Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Deák Daniel, a 21. századi intézet vezető elemzője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dani, szeretném megtudni, hogy miért vannak ekkora különbségek a közvéleménykutatók között? Ugye itt most pont a Névszava címlapján Pulai Andrásnak, a Publikus Intézetnek a legfrissebb közvéleménykutatása van. Én akkor mindig megmosolyom a dolgot, amikor ugye a 2022-es választás előtt egy nappal 47-47%-ot mért ugyanez az intézet, és akkor mégis most a választás félrevezették előtt, őt az emberek. És a választás előtt is ugyanő lehet a címlapon, tehát igazából nincsen következménye a dolgoknak, úgy tűnik, de hát nem tudom, mennyire lehet ezeket a méréseket komolyan venni. Ugye láttuk az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag teljesen egymásnak ellentmondó felmérések voltak, tehát volt, nem tudom, amelyikben mondjuk 25-26% volt a demokratikus koalíció, és ez a baloldali tömb, volt egy másik mérésre ugyanennyire mérték mondjuk Magyar Péternek a pártját, tehát teljesen vegyes a kép. Azt sajnos látjuk, hogy sokszor ezeket a megrendeléseket ugye politikai motivációból készítik. Ugye a Publikus Intézet például az MSZP-hez köthető, tehát nem meglepő, nem véletlen, hogy a MSZP-nek a jelöltje, a DK MSZP-nek a jelöltje Karácsony Gergelyt arról ebben a mérésben. Tehát én igazából nem is tudom ennek igazából mi értelme. Gyakorlatilag most már 3 hét múlva itt van a választás, és meglátjuk a végeredményt. És nem megint... lehet, hogy az emberek, amikor kérdezik őket, akkor nem pontosan azt mondják, amit majd be fognak x-elni? Én nem tudom, sokszor az is felmerül, hogy lehet nem is tesznek fel egyébként kérdéseket, és hasonlítésszerűen adnak ki különféle számokat. Tehát mondom, hogy 22-ben olyan eltérés volt, hogyha nem tudom, felhívnak 100 embert, már akkor más adatok jönnek ki, tehát nincsen, hogy valakit 47%-ra mérnek, egyébként meg 34%-ra. Hát az a válasz, hogy lehet, hogy nem is mérték, azzal a szerkesztőségünk nem ért egyet, de egy szakértőnek az a benyomás az embernek, akkor így fogalmazok. Igen, akkor mennyire befolyásolják ezek a viták? Viták a vitákról. Tehát például az egyik, mondjuk azt, hogy új tévétársaság, a Partizánnak ez a vita műsora, mennyit tud adni az embereknek, mennyit tud segíteni a döntésükbe, hogy kire szavazzanak? Hát ezeknek a politikusoknak lehet, hogy segít. Ugye ezen a vitán olyan szereplők vettek részt, akik az elmúlt időszakban meggyengültek, mert azért azt látjuk, hogy Magyar Péternek a feltűnése a baliberális oldalt, a baliberális pártokat gyengítette, tehát megosztotta még inkább az ellenzéki térfelet. Azt látjuk a mérésekből, hogy nem. Tehát ugye beszéltünk a közönkutatásokról, valamelyiket azért érdemes nézni. Én például a iránytű 21 kutatóközpontnak a méréseit szoktam nézni, a Nézőpont Intézetnek a mérése is jó, de a Mediánnak a mérése is az egy olyan kiinduló pont. Hát az Ábec hasonló egyébként a Publikushoz, tehát ott is hasonló tévéseket láttunk. Most volt ugye a baliberális oldalon előválasztás, ott például a hegyvidéki választás előtt azt mondta, hogy a Momentumos jelölt fog nyerni, ehhez képest a kutyapártos jelölt nyert, a Momentumos tényleg fasolása volt. Az pedig nem ugyanaz. Igen, tehát hogy voltak ilyen mérések, tehát inkább azt sem veszük komolyan, de visszatérve azt látjuk, hogy ezek a szereplők, tehát ugye Dobrev Klára, a Mi Hazánk, ott volt a kutyapártos jelölt, és ki volt ott, bocsánat, még kutyapárt, a lényeg az, hogy tegem futottak, még kategória volt ez az egész, tehát nekik érdekük az, hogy vitatkozzanak, vagy részt vegyenek ilyen műsorokban, mert azt remélik, hogy a parlament bejutási küszöböt épp, hogy csak meg fogják tudni ugrani. Viszont azt látjuk, ugye, hogy sem a Fidesz nem vesz részt rajta, vett részt rajta, sem Magyar Péter nem vett részt rajta. Ez viszont azért van, mert ugye akik általában vezetnek, vagy gyakorlatilag nem egy fajsúlyos, tehát nincsenek el súlycsoportba, akkor azoknak a szereplőknek nem érdeke egyébként vitatkozni. Tehát ugye az Amerikai Egyesült Államokat szokták mondani, hogy hát ott bezzeg mindig vitatkoznak, de ott kettő
olyan jelölt vitatkozik egymással, amely az összehasonlítható, tehát hasonló támogatottsággal rendelkeznek. Igen. Költel, amikor ugye a 22-es választás is ez volt, amikor volt egy 50 nem tudom hány százalékos fideszes jelölt, vele szemben egy 30 százalék körüli baloldali jelölt, tehát a kettő nem egy súlycsoport. Tehát ezért nem alakultak ki eddig vitaszituációk az elmúlt időszakban. Kérdés, hogy most a közmédia szervez egy RP jelölti vitát, ott ugye kérdés, hogy akkor kiket hívnak meg, hogyan, ezek a jelöltek el fogják-e fogadni, mert ugye mi alapján válogatunk, tehát 11 pár tudott LP listát állítani. Ez így rendben van, de én például nem lennék kíváncsi, egy olyan jelöltre, például konkrétan a Mi Hazánkra, aki zsidó járásról beszél, és időről időre antiszemita kirohanásokat tesz. Tehát Magyarország és a magyar vezetés, amit megválasztották, tehát egy legitim miniszterelnökkel, legitim kormánnyal, korrekt kapcsolatokat tart fönn a zsidó állammal, akkor nem lehet a világ zsidóságára azt mondani, mert ezek New Yorkból, innét-onnét jönnek, legkevesebb jön Izraelből, hogy zsidó járással egy településen, ami ettől föl is lendülhet. Itt volt a település polgármestere nálam, és mondta, hogy ez nem egyszerű, koordinálni kell. A Mi Hazánk parlamenti képviselője viszont teljesen kiborulva kígyott békát kiabált a zsidókra és zsidójárásról beszélt. És közben eszembe jutott, hogy ki volt a negyedik részvevő, Donát Anna Momentum, csak már felejti az ember, ugye, mert valószínűleg ki fognak esni az Európai Parlamentből. De hát ugye Mi Hazánk is ott volt ezen a partizános vitán, és hogyha most a közmédia vitájára visszatérünk. Na de ugye ezért kérdeztem meg, hogy erre azok, akik együttműködnek a Mi Hazánkkal, hogy ülhetnek le tárgyalni, amikor a napnál világosabb, hogy ők konkrét antiszemiták. Hát parlamenti mandátummal rendelkeznek, most kérdés, hogy az Európai Parlamentbe kijutnak el, de hát ezek a szereplők ott vannak a magyar politikában, tehát épp ezt mondom, hogy ugye Magyar Péter is azt mondta, hogy ő nem hajlandó leülni, vitatkozni, úgyhogy mondjuk 11 jelölt ott van, vagy 11 pártnak a képviselete részt vesz ezen a vitán. Mondjuk mi alapján válogatunk, ugye Partizánban a közvéleménykutatási adatok alapján válogattak, de mondjuk egy közmédia megteheti-e azt, hogy egyébként a 20 ezer aláírás összegyűjtő jelölteket vagy pártokat nem engedi vitatkozni, nem engedi megjelenni mondjuk egy ilyen vitaszituációban. Erre mondjuk azt mondja más szereplő, hogy akkor ő nem vesz részt ezen a vitán. Én inkább azt látom, hogy valószínűleg Magyar Péternek sem érdeke a vita, neki az a jó, hogyha a vitáról van majd vita, és akkor ugye áldozati pózban tetszeleket, hogy hát nem jött össze a vita, és akkor ebből fog majd kampányt csinálni. Tehát én inkább ezt látom, mert ugye Magyar Péter nem olyan személy, aki, vagy személyiség, aki mondjuk szeret vitatkozni, tehát ő általában azt a kommunikációt választja, ami egyébként Márki-Zay Pétert is jellemezte, hogy aki nem ért vele egyet, aki ellent mond, aki másként gondolja, az buta, ostoba, vagy nem tudom, megvásárolt ember, ugye mindig azt írogatja oda, hogy jól fizetett Tóni, tehát aki független emberek, tehát tényleg olyan emberek, akik még az életében nem dolgoztak mondjuk a Fidesznek vagy a kormánynak, és mondjuk kritikusak Magyar Péterrel szemben, akkor rögtön jön ugye ez a vádáskodás, hát ez nem egy olyan személyiséget mutat, aki mondjuk szeret vitatkozni, sokkal inkább egy olyan személyiség, aki messiás, tudatos és kinyilatkoztat. Jó, van-e véleménye a Mi Hazánkos megszólalásról, erről az zsidójárásról, mert önnek, neked általában véleményed van. Ugye a magyar parlamentben szólalt föl. Én erről a hírről lemaradtam, tehát most annyira nagy a kampányzaj, hogy nem tudom, nem figyeltem. Pedig még a Holdról is hallottam. Még a Holdon is hallották a parlamentben. Nem tudom, mit mondott a ez a parlamenti alelnök asszony férje. Novák Előd, igen. Hát Novák Előttől nem ritka az antiszemita kijelentés, ugye nem véletlenül szélső jobboldali pártról van szó, tehát amikor ugye arról beszélünk, hogy néz ki a magyar politikai rendszer, ugye van a Fidesz középen egy centrumpártként, néppártként, amely minden társadalmi csoportban vezeti a népszerűségi mutatókat, és akkor vele az ők párt a két oldalán vannak különféle szereplők, vannak ilyen szélső, liberális, ilyen momentumos képviselőre visszatérünk, ők gyakorlatilag dicsekednek azzal, hogy megakadályozták, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat, teljes mértékben beállnak ebbe a liberális kommunikációba, és hát a másik oldalán ott van a Mi Hazánk, amely egy szélső jobboldali formáció, tehát ez gyakorlatilag az a centrális erőtér, ez az a politikai felállás, ami
kisebb nagyobb mértékben egyszer megjelenik, egyszer kicsit eltűnik, ugye amikor volt a bali belső összefogás, akkor eltűnt, de most úgy tűnik, hogy megint kezd kialakulni. Na de érdekes dolog, mert a Jobbiknak a volt elnöke például, ugye két volt jobbikos elnök is van, Novák, nem Novák, hanem aki lemondott, a másik, aki új pártot alakított, a 20 000 cédulát sem tudta összeszedni. Vannak ilyenek, igen, tehát ugye megnézzük, hogy mely pártok tudnak. Ő már majdnem baloldalivá vált, és mégsem tudta összeszedni, tehát mintha szeretné az antiszemita múltat elfelejteni. Igen, Jakab Péter az gyakorlatilag Márki-Zay Péternek meg Magyar Péternek az előfutára volt, tehát ugye az a tipikus stílus kommunikáció, meg a közösségi médiában ugye a lájkvadászat, én még emlékszem azokra a szalagcímekre is tettem a közösségi oldalamra még tényleg 2 évvel ezelőtt, hogy hát Jakab Péter vezeti a lájkbajnokságot, nagyon szeretik őt az emberek, látszik, hogy érti azt a kommunikációt, amit vinni kell. Ugye én végül elolvastam az életrajzát, és Ózdon volt, tanárember. Igen, és... meglepő, mert ugye a kommunikáció, a nyilvános kommunikáció azért más irányt vett, de hát ez is jól mutatja, hogy magukban a lájkok, meg az a időszakos figyelem, ami mondjuk körülveszi ilyen szereplőket, az nem jelenti azt, hogy mögöttük valódi támogatottság van. Hát Jakab Péter az előválasztáson is kiesett 2021-ben, most pedig már 20 000 aláírás sem tud összegyűjteni, ami gyakorlatilag egy olyan alapvető selejtező, tehát azon mindenkinek meg kell ugrani, aki komolyan veszi magát. Ezen elbukott el. De azt hiszem Szanyi Tiborék sem tudták összegyűjteni. Hát nem meglepő, hogy neki sincs pártszervezete. Tehát ő az MSZP-ben tudott egy viszonylag jó eredményt elérni a 13. kerületben, ott MSZP-s politikusként tudott sikereket felmutatni, de amikor kilép innen és mondjuk egy szervezeti háló nélkül próbálkozik egymaga, akkor rögtön elesnek ezek a politikusok. Ugye Jakab Péter esetében sem volt már ott egy nagy pártszervezeti háló, ugye a Jobbik, és ez egyébként a mostani választás kapcsán kulcsfontosságú, tehát erről beszéljünk, hogy a mozgósítás az egy európai parlamenti választáson és önkormányzati választáson kiemelten fontos, hiszen... Tehát akkor a Fidesz-DK és... Igen, ugye alacsonyabb részvétel, tehát ilyen 50% körüli részvétel várható, ilyenkor a biztos pártválasztók vesznek részt, tehát azokat kell tudni mozgósítani, nem véletlen egyébként egy Orbán Viktornak az egyik kampányeseményére bejutott a Telex, és készített róla egy videót, és ott a miniszterelnök is arról beszél, hogy most nem kell meggyőzni a bizonytalanokat, nem kell meggyőzni mondjuk azokat, akik más pártoknál vannak, hanem a sajátjainkat kell elvinni szavazni, így fogalmazott Orbán Viktor. Ez azért van, mert az európai parlamenti választáson a biztos pártválasztók vesznek részt, azok, akik egyébként tudják, hogy mely pártot választják. Ezért is van kiemelt jelentőség az aktivista hálózatnak. Aktivista hálózat meg szervezet pedig azoknak a pártoknak van, akik országos hálózat. Jövendő mondással nem szoktál foglalkozni, de vajon a gyilkossági kísérlet Fico miniszterelnök ellen mennyire fogja befolyásolni az európai parlamenti választásokat náluk? Náluk is befolyásolja, és nálunk is. Tehát azért ennek erős üzenete van, hogy Orbán Viktor szövetségesét, aki tényleg a háború kapcsán ugyanazt képviseli, mint Magyarország, egyszerűen lelövik a nyílt utcán fényes nappal, úgy, hogy egyébként az a merénylő a merénylet elkövetése előtt pár héttel egy olyan tüntetésen vett részt, ahol ugye éjjel Ukrajnát kiabált, tehát egyértelműen látszik, hogy nem értett egyet Robert Ficónak a békepárti álláspontjával. Most már ugye látjuk a múltját, térképezik fel folyamatosan a merénylőnek, látjuk, hogy valószínűleg a háború is közrejátszott, tehát a háborúnak a kérdés is közrejátszott abban, hogy ő elkövesse ezt a merényletet. Friss hír, hogy a szlovák belügyminiszter arról beszélt, hogy véletlenül nem magányos farkasról van szó, hanem voltak társai, voltak olyanok, akik vagy bíztatták, vagy segítették őt az elkövetés során. A közösségi oldalára is tűntek el Facebook posztok akkor, amikor egyébként már őrizetben volt. Tehát nagyon szerintem felpesdíti ez az egész ügy, ez a merénylet a jobboldali, vagy akár a szuverenista szavazókat, hiszen azt látják, amiről egyébként beszél a magyar kormányfő régóta, mert nem hiszik el neki sokan, hogy arról beszél Orbán Viktor, hogy a békepárti álláspontot el akarják nyomni Európában, ezeket a politikusokat el akarják hallgattatni, ugye volt a brüsszeli konferencia, amit be akartak tiltani, itt egy újabb eset, itt egy újabb példa, és én azt látom, hogy sokak szemében ez azt mutatja, hogy felnyitja. Tehát sokak számára ez azt felnyitja a szemét, és azt mutatja, hogy gyakorlatilag tényleg komoly tétje van ennek az európai parlamenti választásnak, nem beszélve a békemenetről, ami ugye jövő hét szombaton. Hát a brüsszeli tiltások, a szólásszabadságnak meg kell adni a lehetőséget, ugyanakkor a magyar parlamentbe zsidó járás és ez a zsidózás, ez meg egy kicsit
mintha túl menne a szólásszabadságon. Köszönöm, hogy itt voltál, és mielőtt visszavárunk. Most viszont egy általam vélt objektív híradó következik, és a híradó után jövünk vissza. Itt lesz velem Schmuck Erzsébet, Latman Tamás és dr. Kisben Lelki József. Ez a mai kínálat. Tartsanak velünk!